Hello ezt a és most a Diablo 3 Reaper of Souls névre hallgató kiegészítőjének GameStar Online videó tesztjét láthatjátok. A 2012-ben megjelenő alapjátékot már több mint 15 millió példányban adták el, és még most is a megjelenés után majd két évvel milliók játszák újrajátszhatóságának köszönhetően. Egyértelmű volt, hogy a Blizzard nem mehet el egy ilyen siker mellett, valamilyen kiegészítő érkezni fog, és most érkezett el az ideje, hogy folytatódjon a kaland. A Reaper of Souls megjelenését némi alapozó munkaerőszt meg, érkezett egy hatalmas pecs, ami mindenki számára ingyenesen elérhető, aki rendelkezik a Diablo 3-mal. Belenyúltak a loot rendszerbe, újra gondolták a fejlődéstáblákat, új skilleket vezettek be, a nehézségi beállításokat is egy kicsit átalakították, illetve új tárgyak érkeztek, új eventek, és rengeteg, rengeteg tartalom, ami megalapozta ennek a kiegészítőnek a megérkezését. Aki a Reaper beszerzése mellett döntenek, azok többek között az ötödik színnel gazdagodhatnak, melynek központi karaktere a halál Angyala, Bevallhatjuk, hogy nem ez a legjobb történet, amit a Blizzard valaha készített, de a sötét, gótikus hangulat zseniális, és az átvezető videók, valamint a zenék egyértelműen hozzák a Blizzardtól elvárható minőséget. Kapunk egy új közelharci karaktert is, a Keresztes Lovagat, azaz Crusader-t. Erről a hozzáértők számára elég hamar ki fog derülni, hogy gyakorlatilag a World of Warcraftból ismert paladin átdolgozása, de teljesen megtalálja a helyét a játékban, ugyanis eddig nem volt karakter kifejezetten tankolási célzatta. És ő nagyon bírja az ütéseket, akár a legerősebb hordák között is kényelmesen tanket-lenket, anélkül, hogy veszélybe kerülne az élete. Érkezik ezen kívül egy új mesterember, azaz mester asszony, révén asszonyról van szó, ő lesz a Diablo 3 Enchanter, nála javíthatjuk a különböző tárgyaink statjait. A történet maga 5-6 óra alatt végigjátszható, de valljuk be, hogy az igazán elkötelezett játékosok lényegesen többször végiglútolják a világot, nekik lett kitalálva az Adventure mód, ahol az egész Diablo 3-at végig lehet játszani, de ki vannak hagyva belőle az átvezető videók, az animációk, a történeti elemre fókuszáló dolgok, illetve az összes teleportkapu nyitva van, úgyhogy szabadon utazhatunk oda, ahova szeretnénk, és végre hajthatunk küldetéseket, ez lehet akár egy szörny levadászása, egy dungeon kifosztása, vagy valamilyen boss megölése. Az emellett érkező Nephalem Rift inkább azoknak való, akik rövidebb időt szeretnének tölteni egyszerre a játékkal, egy nagyjából 15-20 perc alatt végig tisztítható random generált dungeonről van szó, ahol az a feladat, hogy megöljük a szörnyek 100%-át, és legyőzzük a Rift minibosszát is. Összességében a Reaper of Souls hozza a Blizzard játékoktól elvárható minőséget, de egyáltalán nem emelkedik ki közülük, sőt a tartalom egy kicsit kevésnek is nevezhető. Ennek köszönhetően 8,4-et kapott a 10-es de próbáljátok ki és döntsétek el ti, hogy nektek mennyire tetszik. Ennyi lett volna mára, köszönöm a figyelmet, sziasztok!